A Honvédelmi Bizottság számos kérdéssel foglalkozott. Ezek közül két mentesítési döntést hoztunk. Az egyik az a védelmi beszerzésekre vonatkozó törvényi szabályzás alapján történt, és arról szól, hogy a Magyar Honvédség repülőgép szállítási kapacitást szeretne vásárolni, mégpedig úgy, hogy valamilyen. <kül> katonai szállító repülőgépeket szerez be. Ugye ehhez kellett az előzetes mentesítés, egy olyan beszerzés előtt állunk, amelyre a kormány fogja a forrásokat biztosítani a költségvetési maradványok alapján, és azért van rá szükség, mert a Magyar Honvédség a feladatait nagyon régi Antonov típusú szállítógépekkel látja el, ezeknek is a szolgálati ideje lejár, és ezt a repülőgép állományt meg kell újítani. Ez szükséges a védelmi feladatok ellátásában, és szükséges a missziós feladatok ellátásában. Ezt támogatta a Védelmi és Rendészeti Bizottság. Egy másik mentesítést is adott, az már a közbeszerzési törvény mentesítés, a rendőrség, illetve a belügyminiszter nyújtotta be. Ez durván 90 és 100 milliárd közötti összegre vonatkozik, és azokat a beszerzéseket tartalmazza, amelyek arra azért váltak szükségessé, mert a magyar kormány úgy döntött, hogy a határ védelme érdekében 3000 új határvadást vesznek fel a készenléti rendőrség kötelékébe, és őket fel kell szerelni, el kell látni, az elhelyezésüket biztosítani kell. Tehát az egész fejlesztés az lényegében ezt a célt szolgálja. Nyugodtan mondhatom, hogy az egyik legnagyobb arányú fejlesztés volt a rendszerváltás óta, amit egy beszerzés keretében a magyar rendőrség megvalósít, és Maximálisan támogatta ezt a bizottság, hiszen úgy gondoljuk, hogy a magyar határvédelem az nagyon fontos, mindenek előtti. A magyar emberek biztonsága az a legfontosabb számunkra, és bizony a, elnézve a migrációs hullámot a jövő tavasszal várható, nagyobb migrációs hullámra, nyomásra fel kell készülni, és addigra ezek a beszerzések már részben fogják tudni szolgálni azt, hogy a beálló új 3000 határvadász, illetőleg az ő ellátások az megfelelő legyen. Ezen kívül a bizottság döntött arról, hogy az úgynevezett honvéd egészségpénztár károsultjainak a ne csak a honvédségi kötelékben dolgozó tagok legyenek az alanyai, hanem a, a rendőrségi kötelékben dolgozók is részesülhessenek ebből. Durván 22 ezer emberről van szó, és arról van szó, ha emlékszekeznek rá, hogy a, a, <coughs> annak idején a brokerbotrányok kapcsán bedőlő ö, ö, kisbankok jó némelyike kezelt biztosítási pénztári összegeket, és ezeken buktak. Ö, tehát ezeket a befektetők elveszítették. Itt a kormánynak nincsen kártalanítási kötelezettsége, mert ezek magán magánbefizetések voltak magán ö, ö, pénztárakba, de a Honvéd Egészségpénztár pénztár esetében a parlament úgy döntött, hogy azt, mint egy 22 ezer károsultat kártérítésben részesíti. Durván a befektetési összegük 80%-a erejéig, ugye 20%-ot kap visszakaptak, és a 80%-ot teszi most hozzá a magyar költségvetésből a kormány, ami, ami nem jelenti azt, hogy a, a kamatot vagy a, a, hozamot térítenénk meg, csak a kártérítést szolgálja. Mintegy 22 ezer ember térít, és durván 1,8 milliárd forintos összegről van szó. Most ennek a, a rendőrségi lábáról szavazott a bizottság. Ezen túlmenően állás kellett foglalnunk a Magyar Parlament nevében arról az öt bizottsági kezdeményezésről, ez most Európai Bizottsági Kezdeményezés, amit az Európai Parlament és az Európai Bizottság kezdeményezett. Ezek alapvetően a migrációt érintő jogszabályok voltak. Ezekből az egyik, ami a kényszerbetelepítésre és a kényszer áttelepítésre vonatkozik, az teljes egészében elutasította a bizottság. A másik négy javaslat esetén, ami a a menekülteket is itt fontos a szóhasználat, a menekülteket, tehát nem a migránsokat, nem az illegális határátlépőket, tehát a menekülteket érinti. A menekültek esetében azokat az elemeket támogattuk, amelyek a visszaéléseket szűkítik, illetőleg bizonyos eljárásokat egységesítenek, de azokat a, az elemeit a javaslatoknak nem támogattuk, amely szerintünk arra vonatkozik, hogy a a menekült státuszra való jog esetében könnyítéseket, vagy a Genfi konvenciótól való eltérést fogalmazták meg. Tehát azokat nem támogattuk.